Mögöttük pedig a második előfutam főszereplői, zöldben az egyesen, Oro, Szabó Nikolett és Piba. Kettesen a pirosban Mezőnyár, Rostás Zsolt és Fernando Turbo. És majd a hármason kékben Kecskemét, Tóth Tamara, valamint Galaxy. Szabó Nikolett, aki ugye megnyerte a vágtát a kishuszároknál és a felnőttek között is. Előbb ugye még Csilla nevű pólián, aztán 2021-ben Pipacsal. És egyébként ugye Budakeszi ugye az Alagi Galoptréning Központban lovagol, dolgozik, ugye talán a legjobb iskola, amivel folyamatosan lovagol és fejlődik. Rostás Zsolt negyedik alkalommal vesz részt a Nemzeti Vágtán, és ő tavaly is itt volt a bonyban, volt az első versenye. Tóth Tamara pedig Kecskemétet képvisel meg Galaxivel, aki egy három évet lovagolt a lóversenypályán Rébászki Sándornál, egyébként itt van. Most kérdés, hogy kinek szurkol, mert a Szabó Nikivel is dolgozik együtt Sanyi, tehát itt azért most két tanítvány, ha úgy nézzük. És akár még a végén tényleg egy fejfejmerdi csata is lehet. Azt pedig később fél évet Angliában is versenystáróban eltöltött. Szépen pedig Égesek Kalmán, Molnár Gyönyinél, lovagol, Tomi Vágtán szerzett már a rutint. Azóta ugye nem volt a Nemzeti Vágtán, a tavalyi Vágta győztes Galaxy nyergében ül ezúttal. Kecskemétet képviselve, tehát a tavalyi Vágta győztes és az azt a megelőző évi Vágta győztes egymás ellen Pipacs és Galaxy, Szabó Nikolett és Tóth Tamara. Azért ez tényleg egy igazán pikás párharc. Ráadásul egyébként megjegyzem, hogy Galaxy korábbi lovasa, Jövet János is itt van köztünk, figyeli korábbi lovát, azt hiszem, hogy szurkol is neki. Ezúttal Tóth Tamarával bizonyított, de csak a győztes lehet majd ott a még utáni döntőben, de ki lesz az? Hátra helyezik, hogyha valaki elrontja a startot, ellopja. Egyelőre nem akar Pipacs Szabó Nikolettet, de forduljon a tökélethez felzárkózni. Nagyon szépen nyugodtan Mezőnyár és Kecskemét. Pipacs, kidő. Kettő még a pályán. Kettő még a a startot is ellopja Pipacs. Hát nincs könnyű dolga Szabó Nikinek. És akkor most már a versenybíróságot hivatalosan kizárja, diszkvalifikálja a versenyből. Ez nem azt jelenti, hogy a 2021-es Vágta győztes Pipacs és Szabó Nikolett öltünk legyen az előfutam Mezőnyár és Kecskemét. Itt állva maradtak.